A Magyar Királyság idejében még aktív vonatforgalom volt ezeken a sineken. A Tisza mentén kötött pályán is el lehetett jutni Zentától Óbecséig. Ma viszont már csak a huszákházas pár kecskéi legelésznek rajta Békésen, a délvidéki Mohol határában. A nagyszüleim az juhokat tartottak, ők pár százasával, ott rengeteg juh volt, és ott is feldolgozták a teját. Az én szüleim azok pedig tehén. Tenyésztéssel foglalkoztak, igaz nem sokáig, de ott is dolgoztuk fel a tejet, úgyhogy ott is már az alapokba bele tudtam tekinteni, és ezért is választottam ezt az iskolát egyébként, mert akkor még megvolt a tehenünk, és érdekelt ez a tejföldolgozás. Bár adott volt az állatok iránti szeretete, sőt még iskolai végzettsége is volt, Renáta hosszú ideig nem gondolta, hogy ténylegesen ezzel fog foglalkozni. Véletlenszerűen kezdtünk el végül is foglalkozni velük. Vettünk egy gazos portát, ami már 20 éve nem volt rendezve, és nagyon benyűlt el a gaz, meg mindenféle bokrok. És akkor jött ez az ötlet, hogy hát tegyünk be kecskéket, ők már tudnivaló, hogy mindent lerágnak, meg mindent megesznek. És akkor vettük az első két kecskénket. A bozótirtás sikeres volt, s mint utóbb kiderült, az egyik kecske vemhesen érkezett, hamarosan kisgidái születtek. Így indult a kecskefarm, később pedig a tej feldolgozása. Ahogy eladtuk a kisgidákat, tehát hogy felnőttek állatok kisgidákat, akkor ugye megmaradt a tej, hogy mit kezdjünk a tejjel. És akkor férjemnek jött az ötlete, hogy mi nem próbáljuk meg csinálni a sajtot. Gyere, Mirko! Gyere, Mirki! Sok gyakorlás, próbálkozás és tesztelés előzte meg azt a szintet, ahol most járnak. Bár a sajtkészítés pusztán megfelelő kémiai folyamatok jól időzített irányításának tűnhet, valójában már a minőségi tej elérése is sok odafigyelést igényel. A Huszák családnál a kecskeállomány mára már 20 fölé emelkedett, de tovább szeretnék gyarapítani a létszámot. Most a legtöbb kecske hasas, hamarosan eljön az ellés ideje. Ilyenkor nem is fejik őket, csak egyet-egyet, aminek nem lesznek gidái idén. Gomolya ugye a legegyszerűbb sajtunk, azt a fűszerezzük is, akkor vannak a light trapisták, vannak a keményebb trapisták, van az úgynevezett kacskavaj, ez egy balkáni eredetű sajt, akkor camembert, brie, ezek a fehérpenészes sajtjaink, a parenica, ez a hajtogatott sajt, és akkor füstöljük is utána. A kecsketartás örömeiről és bosszúságairól Renáta férje mesél. A kecskék kielégíthetetlen étvágyát volt, hogy egy pótkocsi rendszáma bánta. A rosszban mindig benne vannak, csintevésbe. Mindig azt kül nekik, amit nem szabad, azt csinálják, amit nem szabad. A házaspár megtalálta számításait a sajtkészítésben. A jövőben szeretnének tovább fejleszteni, aminek eléréséhez pályázatokat is próbálnak igénybe venni. Én nem tudnám elképzelni magamat külföldön, és nem is szeretnék menni. Mi itt érezzük jól magunkat. András kipróbálta a külföldi munkát, de nem sok pozitív tapasztalatot szerzett a szülőföldtől távol. Kint sok ember, stresszes kint, itthon nyugodt, itthon bírok tartani jószágot. Mivel a Huszák család nem híve a permetezésnek és a tartósítószer használatnak, így egészséges és kiváló minőségű sajtok készülnek náluk. Meghívást kaptak a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ, azaz a VM4K kamasztáborának előadói közé is. A VM4K idei téli táborának, a kamasztáborának a témája természetes életmóddal az egészségért és a környezetért. Ide 12-től 17 éves gyermekeket vártunk, és elég szép számban össze is jöttek. A kecsketartásról és sajtkészítésről szóló előadás sok új információt tartogatott még a falusi gyermekek számára is. Másféle ízük van, és hogy picit máshogy dolgoznak a kecsketellyel, mint a tehéntellyel. Az előadás után kóstolásra is volt lehetőségük a gyerekeknek. Finomabb íze van, kicsit szokatlan, de nekem jobban ízlett. Sokféle állattal körülvéve, együtt dolgozva és egymást segítve a szülőföldjén találta meg számítását a Huszák házas pár. A jó ötletek és a kitartó munka pedig nagyban elősegíti a délvidéki magyar megmaradást.